Különböző emberek, különböző kapcsolatok, ez a képösszeállítás is a világnap idei fő témája köré épült, ahogy az egész csütörtök délután a Debreceni Egyetem egészségügyi karám. A rendezvény megnyitóján angol nyelven is köszöntötték a jelenlévőket. Nem véletlenül két év folyamon 27 külföldi hallgató tanul az intézményben Nyíregyházán. Ők is aktívan részt vettek a programok megvalósításában. Az eseményt ugyanis a szociális munkaszakos hallgatók szervezték. A napnak a mottója az, hogy kapcsolt ki és vedd észre, és maga a téma az emberi kapcsolatok, és fontosnak érezzük azt, hogy észrevegyük azt, hogy egy felgyorsult világban élünk, és teljesen átvette, úgymond felettünk az irányítást a média, és hogy mi emberek nem figyelünk előképpen egymásra, megszűntek a kapcsolataink, és igazából ez is alakítja a témának, vagy a napnak a témáját, és fontosnak érezzük azt, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a kapcsolatainkra, hogy igenis azokat meg kell tartani, és fontosabbak. A programok sorát egy generáció közti kerekasztal beszélgetés nyitotta, később előadásokkal, kreativitást és közös munkát igénylő foglalkozásokkal tölthették az időt a résztvevők. Egy flashmob keretében pedig összekapcsolódtak a különböző szervező helyszínek. A fő üzenet mindenhol ugyanaz volt, figyeljünk oda a környezetünkben élőkre. A nap főszereplői a szociális munkások, ezt teszik nap mint nap. Valami olyan plusz tudunk adni az embereknek, ami segíti őket abban, hogy jobb legyen az életük, vagy új irányba változzon az életük, vagy ha van valamilyen szociális gondjuk, akkor arra találjanak megoldást. Tehát maga a segítés, maga a segítő munka igazából ennek a hivatásnak a szépsége, és aki egyszer ez megérint, hogy jó segíteni másoknak, hogy ebben a munkában nem csak ad, hanem kap is vissza, akkor gyakorlatilag ez nagyon könnyen be tudja őt cippantani, és az élete részévé válik a segítés. A rendezvényen középiskolások is részt vettek, számukra is szerették volna eljutatni az üzeneteket. Ismerjünk, tapasztaljunk meg egymásból fontos dolgokat, kapcsolódjunk egymáshoz. Március 21-én volt egyébként a Dán világnap is, erről is szó esett a programok során.